Ebben a videóban a bakonyművek elhagyatott sporttelepén talált hatalmas mennyiségű dokumentumot fogjuk bemutatni. Ha még nem láttad a sportpályáról szóló videót, először mindenféleképpen azt nézd meg. Na szóval gyerekek, ez a nagy halom dokumentum, oklevél, amiket találtunk ebben az épületben, ebben a két helyiségben. Összekollektivizáltuk, összegyűjtöttük két nagy halomba. Rendszertelenül össze-vissza fogja őket megnézni. Oklevelekkel gyorsan átfutunk, mert mint látjátok, rengeteg van. Ezek valószínűleg itt voltak kinn a falon ebben az épületben, ez valami iroda helyiség lehetett. Ezeket fogjuk megnézni. Csapassuk! Na, ugye azt nem mondtam el, kommentárban lehet, hogy elmondtam, csak azt később veszem fel, hogy ez a hely Veszprémben van, azért ugye bakonyművek. Így néz ki. Ebbe a kamerába fogom majd megmutatni. Jobban látszódik. Bakonyművek hazánk felszabadulásának 25. évfordulója tiszteletére rendezett megyei sportnap 1970. 25. évfordulója, ugye? 45 volt a felszabadulás a szovjetek számára. Jött a következő. Ezeket tényleg gyorsan átfutunk, de vannak nagyon-nagyon-nagyon jól kinézőek. Emléklap. Edzett ifi szoc évig? Vagy ez évig, én azt olvastam, hogy évig. Évig, aha. Edzett ifi szoc évig. De aki el tudja ezt jobban olvasni, hogy ez mi, az, az segítsen. Így néz ki. Ugye a cikkben, a videó alatti cikkben majd lehet látni róla a jó minőségű képeket, tehát el lehet olvasni. 1981. május 1. És 35, hát nem tudom pontosan mit jelent, 35, ez meg 12-es szám. Fogalmam sincs, mi lehet ez. Oké? Okay. Braum Éva, KISZ alapszervezet, női terem, kézilabda bajnokság. Munkahelyi olimpia, ezen pedig nincs évszám. Következő. Hú, ez nagyon mocskos, gyerekek. Le kell tisztítani. Szakszervezet, valakinek a részére, várjatok. Húha. Tölt. Lász. Valami Lászlóné. Szakszervezetünk a 100 éves fennállása alkalmából rendezett centenáriumi vasas kupa sportversenyeken uha női vás távolugrás sportágban elért helyezését Budapest 1977. 1877, gyerekek. Így néz ki. Ez dokumentum, és ugye a cím erről se feledkezünk el. Kicsit lepucoltam kézzel. Oklevél, na ez gyönyörű szép vörös. Majál is, nyilvánvalóan. Piller Éva részére fejlesztési főmérnökség által rendezett húha Sodróta dobálás. Sodrófa. Fa. Várj, nem sod. Dehogy is. Igen. Hát akkor az. De ez nem egy tébetű. Sodróta. Hát. Mit mondasz erre? Fa. Csak. Igen. Fura az F-nek a teteje. Mondjuk Pilleré vagy. Hát ez érdekes. Itt láthatjátok. Lehet, hogy mi olvasok rosszul. 1980. május 24. Oké. Okay. Tisztom a csokit. Oklevél Kárpáti Vilma részére. Aki amúgy ráismer a nevére, az nyugodtan szóljon. Itt vannak. Kárpáti Vilma részére kis puska, lövészet. Az a baj, hogy annyira halványak már, hogy nem lehet elolvasni. Kispuska lövészet sportág 1979 évi
8. megyei női sportnapok versenyszámban 3. helyezést ért el. Kis puska. Lövész ugye itt van. Következő Veszprémi nyomda részére. Na ott készítettem egy videót nem is olyan régen. Veszprémi nyomda részére. Bakony művek edzett ifjúságáért Tömegsport Bizottság által rendezett labdarúgás terembajnokság női versenye bajnokságon első helyezést ért el. 1970, nincs odaírva melyik évben pontosan. Néz ki. Ez is ugyanaz, csak ugye ez... Ja, olyan, mintha nem lenne kitöltve, holott ki van töltve, csak... Nagyon-nagyon halvány, ezt nem fogom tudni elolvasni. Valami Neo... Á, ezt esélytelen, ezt nem fogom tudni elolvasni. Szintén ez is nagyon-nagyon halvány. Fónai Tamás... Vagy Tamás né részére. Húha. Á, ezt nem tudjuk elolvasni. Nagyon poros. Az a baj, hogy az idők során annyira kifakultak, na ez szépen olvasható. Ez szépen megmaradt, ezt le lehet olvasni. Oklevél edzett ifjúságért brigád részére Kispuska lövészet sportág 79 szociális brigád sportnapok versenyszámban 3. helyezést ért el. Szocbrigád. Hú, gyerekek, rengeteg van ebből. 15. számú volán részére terem labdarúgó bajnokság női 76 Bakony tömeg sportnapok 3. helyezést ért el. A pecsét is még rajta van, de nagyon el van már málva. Ebből ugye kiesett az üveg, vagy eltört. Tehát konkrétan azt ki lehet venni. Így néz ki. Vigyázzunk, bennem az üveg. Ebből bennem az üveg félig. Bakony művek, ugyanaz 77 vasas sportnapok első helyezést ért el. Mennyi? 74 vasas sportnapok. Uha, több. Gár valami. Ne, ezt nem lehet kiolvasni. Ez is valami sport. Ezt nem tudjuk kiolvasni. 74, és ezt tudjuk. Ezek mind itt voltak egy hatalmas egy kupacban, gyerekek. Itt mászik rajta egy poloska. Éppen olvassa. 1972, ez a legrégebbi eddig, amit találtunk, hogyha jól emlékszem, labdarúgás sportágban első helyezést ért el, 72. április 30. Jaj. Fúj. Oké. Na, Bakony művek Veszprém részére a Bakony művek 40 éves fennállása tiszteletén rendezett edzett ifjúsági tömegsport rendezvényeken. Tehát 40 éves fennállása, 38-ban alapították akkor ugye. Kicsit megtisztítom. A röplabda sportágban elért 4. helyezésért 78. augusztus 20. Na áttettük a lámpát, mert nagyon sötét volt az egész és nem igazán lehetett látni, szóval 1938, így néz ki. Úgy tartom, hogy ne annyira tükröződne és el lehessen olvasni valahogy így. Így néz ki. Következő. Oklevél. Második országos ifjú munkás kupa, megyei döntője, női kézilabda a 3. helyezettje. Veszprém 1978. Komoly. Na. Lank József részére Váradi sportnap lövész verseny bajnokságon első lett 79-ben. Gratulálok neki. Diát átveheti nálam. Bakony művek részére szakszervezetünk fennállásának 100 éves fennállásának alkalmából sportversenyen férfi röplabda. Hát ez nem, második helyezés, igen. 77. augusztus 27. Budapest. Komboly. Jó sok por rajta van. Na, oklevél. Bakony művek részére
vas, fém és villamos energia ipari dolgozók szakszervezete által rendezett sportversenyeken. De szép mondat volt ez. Női atlétika sportágban elért első helyezés 78. augusztus hó 26. Következő. Bakony művek részére női asztalitenész csapata első helyezést ért el 79-ben. Következő. Ez de jó megmaradt. Edzett ifjúság egy bigán, 40-es fennállása, ugyanaz röplabda sportágban elért, első helyezést ért 78. Bikkel László részére, ugyanaz cselgáncs sportágban elért első helyezését 78-ban. Ez szép, gratulálom neki. Így mutatom, így jól látszik. Jó nagy. Ezt gondoltam ki, mennyi, milyen nagy tömeg van itt. Bakony művek részére, szakszervezet százalékos fennállása, a sportvasnak a férfi kézilabda sportágban elért. Nem látszik hányadik helyezését, 77. A helyezés az már nem látszik. Nem dől, jó. Van, mindig van. Bakony művek edzett ifjúságért tömegsport bizottság által válti sportnap. Labda, labdarúgás, valami labdarúgás első helyezést érte 79-be. Labdarúgás szó szóval után van még valami, de azt nem tudom mi. Így néz ki. Okay. Fahel Izabella részére Bakony művek edzett ifjúságáért vált egy sportnap legeredményesebb női lengő tekézője. Jó hosszú. Legeredményesebb női lengőtekézője helyezést ért el. Hát a helyezés nem látszódik. Tehát akkor nyilván akkor első volt, hogyha legeredményesebb, tehát ki lehet következtetni. Így néz ki. Oké. Okay. Következő? Basszus, még nagyon sok van. Bakony művek részével ez volt, ugyanez Vasas Kupa sportversenyeken 400x100-os váltó sportágban elért első helyezésért. Oké. Okay. Második országos ifjú munkás kupa megyei döntője női kézilabda 5. helyezettjének 78. Itt a KISZ MB titkár aláírása is rajta van. Fú, gyerekek! Hát a nagyobbakra kellett volna kezdeni. Fú. Ugyanez 40 éves fennállás, 38-78. Bakon művek Veszprém részére férfi kötélhúzás sportágban elért első helyezés 78. augusztus 20. Oksa, hú basszus. Látjátok ezt a GoPro valamit? Beleférni? Nagyon durva. Óvádi Géza részére edzett ifjúság tömegsport által rendezett, fú, az el van mosva, egyéni asztali tenisz versenyben harmadik helyezést ért el, 70 akárhány, az már látszódik. Így néz ki. Hú, basszus. Hát ez nagyon durva. Ezen sokan nem fogsz látni. Nem dől ez le. Mondja vége. Ja, jó. De remélem nem dől le a kamerára. Hát a dől szerintem a másik irányba. Nem, ebbe fog. Figyelj, szerintem leveszem a felé. Ezt inkább ide rakom. Ez egy hülye néz ki a videóban. Nem baj. Inkább, mint a rádió a kamerára. Így jó lesz. Jó. Jó. Hú. Nem lehet elolvasni a nevet, valami vállalati, ebből semmit nem lehet elolvasni. Szintén. Edzett ifjúságért semmit nem lehet elolvasni. Na ez, gyönyörű szép, Kádár címerrel.
ezt kapjátok, milyen jól néz ki. Ja, nem inkább lett a kicsit bakonyművek. Bakonyművek a Veszprém megyei vasas sportnapokon való részvételért Pápa 1975. augusztus 30. És a Kádár címe itt már ez van, gyönyörű. Igen. Ezt emlékszem, amikor megtaláltam. Nagyon-nagyon jó lenne, kíváncsi lennék pontosan, mi van rajta. 30 haza... valami haza felszabadulásának 30. évfordulója alkalmában rendezett felszabadulása vasas kupa. Haza felszabadulásának 30. évfordulója, 45 meg 30, 75. Ugye 45-ben szabadultunk fel, idézőjelesen 1975-ből van ez a dokumentum. Oksa. De van még? Igen, még egy érdekes. Ez az utolsó? Aha, ilyen utolsó, ilyen fakeretes. A legérdekesebb van az utoljára valamilyen okból kifolyólag, ugyanis ezen még látható ez a, hát nem is tudom miből van, hanem bronzból lévő ilyen dísz, amire az van ráírva, hogy fém és elektromos készülék, művek, Veszprém, oklevél, Malév részére, Bakony Tömegsport Bizottság munkás sportnapon, versenyen, bajnokságon összetett portversenyen 6. helyezést ért el, Veszprém 76. Gyönyörű, szépen néz ki, gyerekek. Főleg ez itt. Így néz ki. Na, mik vannak még akkor? Azt add egybe szerintem. Na, ezek ilyen papírból vannak, de szerintem egyesével érdemes bemutatni. Kádár címe ott van alul. Mikor ez? 1988-ból. Ez is ugyanaz, mint az előző, amin volt ilyen kis dísz, csak ezen nincs dísz, és ugye a fa keretéből is kiesett. Ez gyönyörű szép vörös. Ez valószínűleg vicc akar lenni, vagy valaki utólag töltötte ki, vagy nem tudom. Tehát Bakony művek tömegsportjának fejlesztési területén végzett munkáját Hazudós királya világnapja elért első helyezett. Egy tével, tehát ez valószínűleg valami vicc, pláne, hogy ugye 2001. Tehát ide bezárása után valaki bejött szerintem, és így kitöltötte hülyeségből. Lehet, hogy pont ő. Oké. Teke bajnokság, Veszprém 87. Bakony művek, vasas kupas poker, horgászverseny. Horgászverseny sportágban elért 3. helyezés. Budapest 88. május 15. Ez budapesti. Gyönyörű. Hát ez gyönyörű, megmaradt. Úgy, hogy nem volt benne a keretében, meg a üveg mögött. Andorka György. Ez szinte majdnem mind ugyanaz, ugye? Aha. Lövi. Ez milyen jó fogása van. Ezt nézted? Jaj, milyen kis domboros. Látod? De ezeket nem mutatom meg egyesével, mert ebből szinte majdnem így ugyanaz, csak más a sportág. Férfi lövészet. Első helyezett. Nagyon gyorsan átlapozom. Asztaltenész férfi második helyezett. Első helyezett férfi lövészet. Férfi labdarúgás 3. helyezett, női lövészet 2. helyezett. Itt van még egy edzett ifjúságért, ezt hányszor kimondtam ezt a szót? László József teremtorna, nem látszik hányadik helyezést ért el, 91. 4. hónap 3-a, ez már elég friss, ez ugye nincs kitöltve.
Vagy ki volt, csak annyira ki van fakulva, hogy már nem látni rajta semmit. Többi. Mi van még? Aha. Na itt. Itt valószínűleg volt valami gyönyörű szép dombormű. Meg talán itt is volt valami pecsét. Vasas sportnap 1974 ajka, ez ennyi. Ez ilyen emlék tábla szerű dolog. Mivel menjünk tovább? Bármi adja, bármi. Szerintem ne, mert az a doboz. Ezt? Ah, jaj. Ezt ugye úgy találtam, hogy ezt egybe adtam neked, aztán majd megnézzük itt, hogy mi van benne. Fogalma sincs. Van benne egy könyv. Testre edzés az egészségért. Aztán minden napra egy játék, népművelési propaganda iroda, ez de jó basszus. Minden napra egy játék. Mikor egy kiadás ez? Népművelési iroda, 60 forint az ára. Tök jó. Oké, okay. Úgy, hogy vannak képek te. Oh! Gyerekek, olyan képet találtam, ez nagyon fog tetszeni, ugye az a gondolat, hogy a fényképeket, amit itt találtunk, csinálok én akkor és most képeket. Ezt nézd meg. Oh, wow. Ezt kapjátok ki. Ez itt van kint a pályán, itt van ugye a... ez a pokoli torony. Ez ugye a hidroglóbusz. És itt fotíznak. Így nézzük ki valaha. Ez komoly. Ez jó, hogy megtaláltam. Ezt elrakod a fényképekhez? Oké, itt vannak fényképek. Aztán mi van még benne? Egy bogarak. Bogarak vannak benne. Edzett ifjúsági tömegsport mozgalom szabályzata. Ugyanaz, csak ez 80-as. Akkor ez ennyi. Az a nagy, hogy na, mit csak találsz, bármi, nem számít a sorod. Az egy jövő. Na, ekkora kupacot kaptam. Na, tényű. Ezek ilyen turisztikai propagandák, hogy mi található Tényön, ilyen régi parasztház. Tényön ugye forgattam is, ugyanis a Bunker Tourra, nem tudom hányadik része ott készült, Tényön van egy ilyen megyei óvóhely. Azt néztem meg, keresétek meg, Bunker Tourra címen van. Tényleg, oké. Okay. Szófia. Hát itt Szófiát népszerűsíti. De jó, mercik vannak ott. Oké, okay. Ez is tényleg. Ez a kőfejtő, nem? Ez nem feltörő rákos? Dehogy nem, ez fel is már van abból. Aha. Feltörő rákos, egy kőfejtő. Barlang Színház, sziklafal. Ez jó hely, itt voltunk kirándulni. Jó utat kíván a bakony gyújtó gyertyából. Csopak vízimalmok, örvényes. Ez mi? Pirot. Szerbia, Jugoszlávia. De jó kocsik vannak ott. Jugoszlávia. Hú. Munkahely pedig, ezt nem tudom, hogy 66-os, nem tudom, hogy került ide. Aztán sporttársas, sportjátékok, egyszer egy sportpropaganda. Tök jó, ilyen negatívos kinézete van. Mini játékok. Ungárn. Német. Hát ez valami. Hú, az nem tudom melyik település lehet, gyerekek. Aki tudja, ezt telefonáljon be. Jugoszlávia. De jó kocsik vannak ott. Mi ez?
Ugye? Nem csak állítottam, és így elképzeltem, hogy ez benne van a videóban. Ja. Nyilván nem tudom minden. Tömegsporttelep 1990, nem tartós fogyóeszköz, leltár összesítő. Asztali lámpa, álló ruha, ásó, bőrfoci, bogrács, röplabda két tével. Kézilabda, ott mászik egy kurva nagy pók. Csőfogó, csavarhúzó, éremtartó szalag, érem. Ez mi a fasz? Ja, egy 1995, június 22. Ekkor én, ekkor voltam nagyjából itt, június 21 van, azt hiszem. Baleset ideje, ezt felolvasom nektek. Baleset ideje 1995, június 22, 95. Így történt a sportelepen, sérült neve Cseke József. Hogyha valaki esetleg ismeri, itt van a címe és a pontos címe. A gyerekek az alsó bitumenes pályán futballoztak, eközben a sérült társa Takács Gábor kezével hátulról átkarolta Cseke Józsefet, de megtartani nem tudta, így a sérült arccal a földre betorra esett. A sérültön külsérelmi nyomok keletkeztek kezén, arcán, száján. A fiú egy kísérővel a saját lábán felment a rendelőintézetbe, ahol dr. Tompos Ágnes ellátta, majd kivizsgálás véget mentőautójával a baleseti sebészetre szállította. Megfigyelés véget, a sérültet baleseti osztályon tartották. Édesanyját értesítettük. Hát kedves Takács Gábor, ez nem volt szép tőled, így 22 évvel utána le leszel szitva. Le vagy szitva. Aztán vannak még könyvek, amik szerintem érdekesek. Bemutatás szempontjából tömegsportnevelés és tömegsport. Mikori kiadás. 1,60 forint. Ez az ilyen 60-as évek lehet. Ára 8 forint. 62. Tisztek kézikönyve. Hú, katonák számára. Ajánlom. 68 Zrínyi katonai kiadó. Itt voltak kézigránátok. A tarackányú. D20-as? Ez nincs oda ilyen. De jók. Légifédelmi tüzérség. Ez egy jó könyv. Ezzel is lehet kiolvasni. Haditechnika 1970. Na hát ezeket szerintem a könyvtárban sem lehet nagyon megtalálni. Még a pecsét is rajta van. Magyar Honvédelmi Szövetség. Tartalékos klub. Húha. Szovjet. Szárnyírozású repülőgép. Tök jó. Változtatható szárnyírozású. Vannak be jó cuccok, bakker. Komoly. Néhány plakátot is találtunk. Ezek az íróasztal alatt voltak besubickolva. Nem tudom pontosan, mit akarok ábrázolni, de ebből jól láttam, több ugyanolyan is van. Ez ugyanaz. Nem tudom talán ennek a kamerának. Hát az olvasd, olvasd már fel, nem látom fel. Munkahelyi testnevelés, felfrissülés, jobb közérzet. Munkai testnevelés, felfrissülés, jobb közérzet. És ugye ez mindaz. Ez mind ugyanaz. Okay. Aztán ez piros színű, meg van egy kék színű is. Nézzük a kéket. Munkahelyi testnevelés, felfrissülés, jobb közérzet, ugyanaz a szövegre, hát csak gondolom mások ezek a gimnasztikai dolgok rajta. Piros. Aha. A szöveg ugyanaz, csak mások rajta az ábrák. Oké, okay, mi maradt még? Hát igen, ez egy ilyen angol mintázatú trikószerű dolog. Érdekes, de annyira nem. Na. Na, és szerintem az egyik legértekesebb, amit találtunk itt,
Ugyan. Van egy olyan sorozatom, hogy ház tele kincsekkel, ott találunk hasonló dolgokat, ezek ilyen szovjet propaganda kiadások lehetnek, de valami elképesztő durva jó néznek ki 77-ből. Ezek képeslapok. Képeslapok vannak, mert ilyen hosszúgás alakú ki. Ez képeslap, ugye szerintem az képeslap, igen, ide kell írni. Szerintem igen. Ilyen a hátulja. És itt vannak rajta képek, mindjárt megmutatom, amik vannak rajta. Ez pedig a Tokja. Soviet Trade Unions. Hú, ez egy szó németül, Soviet Gesellschaften Trade Unions. Az mit jelenthet? Trade. Hát ez a kereskedelmi egyesület. Aha, jaj. Na. Akkor mindjárt kapunk egy Lenint. Következő meg, hát tipikus ilyen szovjet épületek vannak rajta. Fogalmas így, de szerintem nincs, várj, rá van írva a másik felén, igen. Csak ugye mivel oroszul van, azért nem tudjuk elolvasni. De Moszkva, azt látom, hogy Moszkva. De jó, ezeket elvinném. Így néznek ki. Így gyorsan megmutatogatom. Lenin bácsi ott figyel. Én sem láttam még ezeket, amúgy tehát nekem is újak. Dolgozó valami kohászati vasipari gyárban Moszkvában. Nincsen rájövő magyarul. Itt meg valami filmet forgatnak, itt is valami gyár, szintén Moszkva. Szerintem ez mind Moszkva lesz. Autógyár, aha! Körlámpás Lada? Ha jól látom, gyerekek, nézzétek már meg, szerintem az. Komoly. Ez nem tudom pontosan mi. Gyönyörűek, basszus. Ilyen képeslapokat sehol nem találva az ember. Meg itt volt bedobálva. Kreml. Guest of the Soviet Trade Unions, Moszkva, Red Square, Vörös tér, minden évben megrendezik. Május 1. Május 1. Munkás ünnep. Ennyi. És így néz ki a Tokja. Nagyon szép. Ja. Aj, de por. Ezt kigyáltatom egybe fotó. Aha, ja. Gyerekek, annyira poros az egész, mint a Petro Poroshenko. Sok port nyertem. Ezek jöttek egybe. Ezek mind fotóalbumok, meg fotók. Nem lóg ez bele, de... Ezek a fotók, amik ugye különállóan találtak őket meg. Hát ez is egy focipálya, ugye itt, ezek mind itt készültek. Ez a tekepályán készült. Ez kint készült, ugye ezt előbb mutattam, amikor megtaláltam a dobozba. Ott van a pokoli torony. Valószínűleg ez is itt készült, hát ez valami nagyon régi lett, talán 60-as évek. Valami van ráírva, hogy Bakonyi valamilyen Tamás készítette. Pnikker Tamás, csak nincs rajta évszám. Dudar. Dudar, és ez is nyilván itt készült. Okay. Fú, ezt én találtam meg?
Hungarian Motor Vehicles magyar hirdető. Hát ez nagyon durva, te. Ezt nem is láttam. Ez hol volt? Na, a dobozba. Aha. Verőce. Ezek 67-77-ig. Hogy kell lapozni ezen te? Kettőt laboztam? Aha. Ez is verőce. Mielőtt tovább mennénk, aksit fogok cserélni, mert mindjárt le fogunk merülni. Na szóval aksit cseréltünk, a GoPro-t már kikapcsoltam, mert teljesen fölösleges. Következő kép. Így néz ki, próbálok így gyorsan valapozgatni. Na, ez nem tudom, hogy itt készültem, mert nincs hozzá képleírás. De, hát nem tudom, nem mondom, hogy itt készült. Azt nem tudjuk meg, mert nincs odaírva. Itt látod a pont lövészet. Ez biztosan nem itt készült. Itt futnak. Ez maximum a stadionba készült. Itt van egy ilyen nagy épület mellette. Nem még egy szofos. Igen. Ez a stadion szerintem. A műugró medence csak edző felügyeletemet használható. Oké. Okay. Következő képalbum, így néz ki. Ezt is az asztal alatt találtam meg. Németül van. Uha. Előkéne velem a német tudásomat, Gavin, mert hát ez nem tudom milyen szó, unzen, ungaresen, freuden, mi német barátaink, ahhoz én a Bakony művek Veszprémből, Amblich der Festspiel, hát ez nem tudom mit jelent, gondolom ilyen üdvözlő idézet lehet, azért hiányos. Ez nem tudom, hogy hol készült. Hát ez se valószínűleg Veszprém, ez nem lehet a Németországban, honnan ez jött. Itt valami edzés van. Ilyen torna. Azok olyan régiek ezek a képek, hogy csak azt tudja megállapítani, hogy hol készült, meg mikor aki itt volt, vagy aki szerepel rajta. Halljátok csak, aha. Ezek Németországban készültek. Ott van egy ilyen német szöveg rajta. Sportstätte der Freundschaft. Gyerünk már! Aha. Ezt nem is tudom meg mindet, mert nem annyira érdekes, hogyha nem itt készült. Itt röpiznek. Oksa. Ez pedig biztos, hogy itt készült, szerint ez milyen szépen megmaradt, már látod, milyen dísz rajta van. Gyermeknap van ráírva. Erre kíváncsi vagyok. Szerintem ezt hagyjuk. Na, nézzük. Húha. Na. Hát akkor valószínűleg az a dobogó, az itt van. Háttérben van Trabant, látom. De jó, de régi képek, gyerekek. Azt, ezeket lehet nosztalgiázni. És milyen szépen egy maradt. Oh! Látod? Ez kap ki. Ugye ezeket látok a videó elején. Tömegsport, és ugye a Bakony, és ugye Ladának a jele. Pokoli torony háttérbe. Ebből lehet akkor is most képet csinálni. Kár, hogy nincsen hozzá valami magyarázat, vagy valami leírás.
Ez is itt van. Lengőteke. Foci. Foci. Bicikli verseny. És... Nem ebbe vagyunk mi most, ebbe az épületbe? Mert ugye itt régen gondolom több épület is volt, csak ugye lebontották, ezek már nyilván nincsenek itt meg. Itt mentünk föl, és ebbe az épületbe vagyunk most jelenleg. Igaz? Szerintem igen, de a lenti képen az nem az szerintem. Nem az? Ez alsó, igen, ez alsó részéje. Az is itt van még az az épület, de az lent van. Igen, igen. Nehezen lehet lapozni. Hát ez valami báb előadás, hogyha jól látom. Ugye? Jaj. Basszus, hát ez... Nem jutok szóhoz. Ennyi minden itt hagytak. Futóverseny lehet. Itt a futópálya, látod? Uh-huh. Azon keresztül itt. Igen, azon keresztül. Valahol itt másztunk be a kapu környékén, ahol a Warburg van. Csak ugye annyira benőttem már, hogy egyszer nem is látszódik. Bicikliznek itt egy Warburg, két ütemű. 353-as. Kettőt lapoztam, várjunk. Hú, de jó. Itt énekelnek. Valami előadás van, fagyiznak, almát esznek, nem ez fagyi, vagy alma? Alma talán. Itt egy dobogó. Fogat mosnak a csapnál. Na, itt is valamilyen... Valami előadás lehet, ha azt nézik. Úszógumi. Mindenkinek úszógumi nyakában. Lehet, hogy itt valami úszás előtt után vannak. Nem? Lehetséges. És akkor ennyi. Ezek meg már üresek. Hú, ez jó. Ez jó időutazás volt. Mondjuk a gyermeknap. Ugye egész egy gyermeknapról van, de tudni kéne, jól lehet tudni, hogy melyik évben volt ez a gyermeknap. Lehet, hogy ám a hátuljára valamikor rá van írva, csak ugye be van ragasztva, de... Nem, nincs. Legalábbis ezeken nincs felírva. Tehát a képekből ítélve ilyen 70-es évek lehet ez is, szerintem. Ez érdekes volt. Nézd meg, Geci, ilyen szőrös, ennek most az alján van. Kipaszott mindenütt. Hol? Ennek az izének az alján. Igen? Aha. Azt a picsa. Na, rohadt mindenütt. De komoly. Milyen picsája. Szakadj el a falba. Anyázat, hogy felállom doboz, azt hittem. Fúva, szétcsiszáldal. Hát inkább, mint hogy megijesz. Na, kicsit látunk, mert találtunk egy hatalmas óriás pókot, és megijedtünk tőle. Meg van? Elteposnod? Biztos. Na, oklevél.